Ebben a mai videóban a béltisztításról lesz szó, 9 lépésről, mely segíthet abban, hogy a vékonybél és a vastagbél hatékonyabban működjön. Üdvözöllek, itt Ülyei Szabolcs Zoárd. Rengeteg ember szenved krónikus székregedésben, irritábilis bélszindrómában, áteresztő bélszindrómában és más emésztőrendszeri problémában, mely problémák általában mindig társulnak egyfajta hulladék felhalmozódással a belegben. Ha a beleink nem működnek jól, ez kihatással van az egész emésztésünkre, nem fognak felszívódni megfelelően a mikrotápanyagok, és számos más egészségügyi probléma is ugye kifejlődhet ebből. A beleket nem feltétlenül kell megtisztítani, egyszerűen csak meg kell nekik adni a lehetőséget ahhoz, hogy a feladataikat el tudják látni, mégpedig a hulladék eltávolítását. Éppen ezért az első legfontosabb lépés a bélrendszer megtisztításához, az a silány minőségű többszörösen feldolgozott modern bolti ételeknek ugye a kizárása a táplálkozásból. A gyorsételmi ételek, az előre csomagolt ételek, a mélyhűtött ételek többsége, a tartósítószerekkel teli ételek, a finomító szénhidrátokkal teli ételek mind-mind csökkentik a vastagbél méreganyag kivezető képességét, és az idő előre haladtával lerakódnak a belegben. Csökkentik a bélfal rugalmasságát és gyulladásokat is okoznak. Mindaddig nem fogod tudni értelemben megtisztítani a beleidet, ameddig az egész táplálkozásodat nem alakítod át, és nem szorítod vissza a silány minőségű modern ételeknek a többségét. Ez az első és leglényegesebb lépés, hiszen teljesen felesleges a bél regenerálás, ha utána visszapótlod a szemetet. A második fontos lépés, amivel megtisztíthatod a beleidet, az a kevesebbszeri evés. Több videóban is beszéltem már a napi kétszeri, vagy akár a napi egyszeri étkezésre való átállásról. Ezt nevezzük ugye időszakos böjtölésnek, amikor mondjuk csak délben is este eszel szilárd ételt, nem nasizol az étkezése között, és a nap során csak folyadékot viszel be, lehetőleg alacsony szénhidrát tartalmú folyadékot. Ha van egy 14-16 óra rendszeresen, amikor ugye nem fogyasztasz szilárd ételt, hagyod a beleidet, hogy fellélegezzenek, és maguktól elkezdik a salakanyagoknak az eltávolítását. Ha folyamatosan eszel a nap során, a bélrendszernek egyszerűen nincs lehetősége arra, hogy megszabaduljon a lerakódott salakanyagoktól, mert folyamatosan ugye újabb és újabb ételadagokat küldesz be neki. A harmadik nagyon jó béltisztító egy ételcsoport az erjesztett ételek, mint a savanyú káposzta, a kovászos uborka, a kefir, a joghurt, az aludtej, a kombucsa és mások. Ha meg szeretnéd tisztítani a beleidet, minden nap egyél erjesztett ételek, illetve ezek többsége magas probiotikum tartalmú is egyben, így nem csak a béltisztítást segítik, de a bélflóra regenerálását is felgyorsítják. Az erjesztett ételek javítani tudnak az egyéb ételekben lévő vitaminok és ásványanyagok felszívódásán is, ami rendkívül fontos akkor, ha ugye a beleink le vannak gyengülve. A negyedik a kálium és a magnézium, melynek egyik legjobb forrása az avokádó. Ez a két mikrotápanyag kulcsfontosságú ahhoz, hogy a mérgek távozzanak a testünkből, főként a belegből. Először is a kálium az egyik legfontosabb mikrotápanyag a belek összehúzódásához, ezt perisztaltikának is nevezzük. Ha folyamatosan székrekedésed van, miközben elegendő vizet is iszol, nagy eséllyel alacsony a kálium szinted. A kálium és a magnézium a két legfontosabb nyugtató hatású mikrotápanyag, és lényegesek a bélsár lerakódások miatt a bélfornál kialakuló merevség rugalmassá tételéhez, illetve az avokádó jó rostforrás is egyben. Egyél meg minden nap egy-két avokádot, és pár nap elteltével meg fogod tapasztalni a hatásait. Az ötödik a pszillium, vagy útifűmaghéja, a természet egyik legjobb béltisztító növénye. A pszilliumot vízben kell elkeverni, majd meginni étkezések előtt 20-30 perccel. Illetve a fogyasztása alatti időszakban rendkívül fontos a testsúlyunknak megfelelő napi vízbevitel is. A pszillium egy védő rétegszerűséget képez a vékonybélben a bélbolyhok felett, aminek az a következménye, hogy például a glükóz lassabban szívódik fel, tehát az elfogyasztott szénhidrátok nem emelik meg annyira az inzulin szintet. A másik nagy előnye, hogy a bélbolyhokra rakódott pszilliumréteg csökkenteni tudja a felszívódó LDL koleszterin szintet is, tehát ugye hatására a koleszterin egy része távozni fog, így nem kerül be a véráramba.
Ezzel pedig értelemszerűen az útifűmök, a szív- és érrendszeri betegségek egyik fontos támogató gyógynövénye tud lenni. Hatodiknak az egyéb növényi rostokat is fontos rendszeresen pótolni, főként ha súlyosan rossz a bélrendszer állapot, amelyek közül a béltisztításhoz a legjobb négy a szilva, a nem túl édes almafajták, a lenmag és a chia mag. Az almában lévő pektin egy vízben oldódó rost stimulálja a vastagbélen lévő izmok mozgását, hogy azok gyorsabban távolítsák el a salakanyagokat, továbbá növeli a belegben a butirát szintet. Ez egy olyan vegyület, mely prebiotikumként szolgál, azaz táplálja a hasznos bélbaktériumokat. A szilva, a lenmag és a csiamag pedig azért nagyon jó béltisztítók, mert oldható és oldhatatlan rostokat is tartalmaznak egyszerre, kiegyensúlyozott arányban. Az oldható rostok egy masszával alakulnak a belegben, mely massza csapdába ejti a rossz hatású zsírokat, cukrokat, baktériumokat, toxinokat, és felgyorsítja a távozásukat, miközben az oldhatatlan rostok akadályozzák a belegben lévő anyagokat, hogy megszilárduljanak, illetve a bélnyálka hártyára rakódott a lepedék távozását is felgyorsítják. A hetedik a bélmasszázs, kezeddel lassú mozgásokat végezve így masszírozd át a beleidet, akár naponta többször is, és figyeld meg a változásokat a testedben. Általában pár perc után csökken a feszültségérzet, és érezhetően beindul a belek működése, könnyedségérzet jelentkezik. A belek masszírozásával felgyorsul a perisztaltika, így az ételek gyorsabban tudnak áthaladni a beleken keresztül. Továbbá csökkenteni tudod vele a stresszt, és a legtöbb esetben bizonyos mértékig csökkenti a székrekedést is. A nyolcadik az elegendő vízbevitele. A béltisztításhoz kulcsfontosságú a víz. Víz nélkül nem fognak tudni kiürülni a lerakódások a vastagbélből. A legjobb víz a belek megtisztításához a desztillált víz, amit otthoni desztilláló készülékkel tudsz a legolcsóbban előállítani csapvízből. A desztillált víz rendszeres fogyasztásán kívül van egy nagyon jó béltisztító keverék, melyet desztillált vízből és patikai tisztaságú sóból, azaz 99% feletti nátrium-kloridból lehet elkészíteni. Melegíts fel kb. 1 liter desztillált vizet, nem kell, hogy forjon, majd adj hozzá 2 kanál tiszta sót, tehát nátrium-kloridot, majd keverd jól el egy olyan edényben, amelyben a só teljesen fel tud oldódni, majd utána pár perc alatt idd meg. Ezt követően feküdj le nyugodtan egy fél órára, és lassan masszírozd át a beleidet. Rövid időn belül érezni fogod a változást. Kilencediknek pedig érdemes bevetni olyan fűszereket is, melyek serkentik a szemésztést, fokozzák a bélmozgást, és felgyorsítják a bélsának a távozását. Az öt legjobb az édeskömény-mag, a borsmenta, a gyömbér, a koriander és a kardamom. Közülük a legtöbbet lehet például teaként inni, illetve vannak olyan béltisztító készítmények is, melyek többet is tartalmaznak belőlük koncentrált formában. Bízom benne, hogy hasznosnak és érdekesnek találtad ezt a videót. Ha szeretnél hozzáfűzni még valamit a témához, ne fogd vissza magad, írd meg a hozzászólásokból, hogy mások is tudjanak róla. Ha még nem vagy feliratkozva, iratkozz fel, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!